Önök a Porta magazin 118. adását látják. Köszöntöm Önöket! Térségi hulladéklerakók rekultivációja. Megkezdődik a 2 milliárd forintos projekt kivitelezése. Kistarcsai pályázati sikerek. Több középületre napelemet szerelnek fel, felújítják az uszodát. Választás 2014. Az MSZP képviselőjelöltje Kovács Barnabás a munkahelyteremtése koncentrál. Szadai borverseny és borbál. Három kategóriában is Rimitin István nyert. Tartsanak velünk ma is!